A mai előadásunkon, előadásunkon, ahogy én által mindig a hallgatókkal együtt szeretem tartani, hiszen a ti figyelmetek, kérdéseitek és tudásotok, már aki ugye hozzászól vagy hozzáteszi, akár gondolata is, az közkincsé válik. A Föld és az univerzum kapcsolatáról lesz szó, mert hogy a naprendszer és a Föld egy olyan galaktikus szektorban van, illetve maga a földi élettér olyan különleges, amiről már sokszor beszéltem tegnap és hétfőn is, illetve régebbi adásában is tavaly is, aminek kiemelt szerepe van egyrészt a galaxisban, tehát mondjuk így az isteni tanács és az isteni tervek emberiségre vonatkozó terveiben. És maga a naprendszer is egy nagyon különleges rendszer, hogy így mondjam. A csillagászok persze erről nem vesznek észre semmit, ők azt mondják, hogy egy átlagos, közepes törpe nap, törpe csillag, bocsánat, nem törpe csillag, hanem egy átlagos sárga csillag a napunk. Amihez képest van a törpébek, tehát kisebbek, de azok ugye nem annyira aktívak, vagy már az életük vége felé vannak. Illetve a fiatalok azok meg nagyobbak, óriásabbak, tehát mondjuk a Sirius, a Vega, sok olyan csillag van, amelyik ennek a tömege, illetve a vádműrője jóval nagyobb a napunkénál. És hogy azok közül körül bolygó keringenek, úgymond nálunk, és innentől kezdve értjük, hiszen teljesen ugyanaz a szisztéma, mert az egész univerzumban, ugyanaz a fizikai, már hogy háromdimenziós fizikai törvények uralkodnak, az egész látható univerzumban. Most itt a láthatóságban van a hangsúly, illetve az van, hogy fizikai törvények uralkodnak, de nem ugyanezek a háromdimenziós fizikai törvények. Ezek csak a háromdimenziós anyagi rendszerben igazak, csak erre a háromdimenziós szférára, vagy életében működnek így. Ezen kívül nagyon sok egyéb szféra van, dimenzió van, dimenzió átfedések vannak, tört dimenziók vannak. Tehát tulajdonképpen nagyon bonyolult a rendszer, de ezen belül a naprendszer az, amelyikben nem is tudom, a különlegessége okán, vagy így mondjam, de nagyon sokféle, tehát mondjuk így, hogy az univerzum, mivel mondta, hogy az univerzum tudásának kb. 90%-a hozzáférhető, megtanulható, amit egy rendkívül dolog, illetve az itt működő törvények és szféráknak a analógiája, tehát hogy hogyan működik, hogyan épül föl, hogy nem csak a három dimenzió, hanem ezen belül itt negyedik dimenzió, tehát asztrál világnak is az összes spektrumait van, sőt a mentális világnak, tehát ötödik dimenziós világnak a dimenzió is itt a naprendszerben a Föld nevű bolygóról hozzáférhető. Ennél magasabb dimenziók is hozzáférhetők, de nem olyan közvetlenül, mint az első, kettő, a negyedik, ötödik. Kb. 8., 9. dimenzióig innen is el lehet jutni, de az már egy nagyon különleges védelem kísérlet, tehát vezetők, mesterek kellenek hozzá, és nem is szükséges, mondjuk így, hogy mindenkinek. Beszélek egy kicsit arról, hogy a naprendszerünk, tehát a teljű galaxisunk miért ilyen különleges. Az a furcsa, hogy a univerzumban kb. 100 milliárd galaxis van körülbelül, de már ezt is alábecsülték, tehát úgy néz ki, hogy ennél jóval több van, már nevesgetnek kb. 200 milliárd galaxist is, amelyek különböző ilyen halmazokban, tehát a galaxisok is egy bizonyos, mint egy háló csomópontja mentén, ilyen sűrűség halmazokban rendeződnek, ezek a metagalaxisok, amelyek között jóval nagyobb az űr, tehát mit tudom, egy 30 galaxis vállaló ilyen galaxis halmaz, mert metagalaxis, utána a következő ilyen galaxis halmaz, olyan sok galaxis van, között semmi nincs, tehát nagyon nagy üresség van, és ezen belül az 200 milliárd galaxison belül mélypont a tejút.
Na most erre azt tudom mondani, hogy innen nézve, mivel mi ebben élünk, nekünk ez a különleges is a kérmel. Ha egy másik galaxisban élnénk, akkor természetesen ott is azt éreznénk, hogy prioritásban az a legkülönlegesebb, legfontosabb. De mégis azt tudom nektek mondani, mivel a teremtés működése, maga a teremtés gyönyörűsége megélhető, megtanulható, hozzáférhető, megszerezhető itt a Földön is, és az univerzumban ugyanazok a teremtők, tehát ezeket az univerzumokat, a fázamos univerzumokat, illetve a másik térben lévő, hiperterekben lévő univerzumokat és ötdimenziókat ugyanazok az atyák, a mi atyáink teremtik. Ezért azok a univerzumok és térők és dimenziók is megismerhetőek. Természetesen az adott dimenziónak megfelelő törvényekkel. Tehát ha valaki ezt itt megismeri, és úgy mondjuk készít egy űrhajót, amivel ezeket a másik dimenziós fizikai törvényeket is ki tudja elégíteni, tehát annak is megfelel, amilyen beszélek erről, hogy mire gondol, akkor az univerzumban a teremtés elvel bárhova el tud menni. Bárhova. Át tudunk menni a hipertérbe, ugye nem tényleg megyünk keresztül. A hipertérbe bármelyik párhuzamos univerzumban, mert ott is ugye 5 párhuzamos univerzumban, mert a 6. az ott is mindig üres, ami a nem tér, nem idő, egy közös üresség a teremtett univerzumok között. És ebben a másik térben lévő párhuzamos univerzumokban is ugyanezek a dimenziók, ugyanezek a dimenzió beli fizikai törvényekkel. Ami a tudomásunk van, tehát a tudásunk szerint az emberiség, tehát amely ugye, amelyik csillagozásokhoz mi is tartozunk, és amelyik a számunkra ugye prioritásban az első, az a Teut galaxisban kapott 33 bolygót, tehát 33 olyan életteret, ahol az emberiségre vonatkozó isteni fejlődési tervek megvalósulhatnak, realizálódhatnak. Az emberi csillagnemzetséghez tartozó lélekcsoport a szellem légió ezekben az egymástól jelentősen különböző életterekben az emberi nem mondok fajt, mert ez így nem igaz az volt. Az emberi csillagnemzetség sorskódjait, azokat a programokat, amelyeket mint egy ilyen induló szoftver és menet közben önmegújító, tehát a tanulását is egy picit változó, de egy bizonyos alapkoncepció alapján rendezi az életeit, élettereit és a fejlődését. Tehát ez az emberi csillagnemzetség ebben a galaxisban azért kapott 33 különböző bolygót, hogy a 33 különböző környezetben, energiamezőkben, illetve életterekben ennek a sorskódoknak megfelelő különbözőséggel más és más életutat vagy fejlődési erőbe valahogy így akarnám megfogalmazni. Tehát ebből a 33-ból úgy tudom, most lehet, hogy igen, úgy tudom, hogy amikor az atya Ádámot és Évát megteremtette, akkor a Föld volt az az első élettér, ahova őket letelepítette. És innen a leszármazottaik, tehát ugye szaporodjatok és sokasodjatok és népesítsétek a Földet, innen kerültek át, bocsánat, korrigálok, mert nem, ez így nem pontos, tehát a Földről néhány bolygót valóban innen népesített be az emberiség, de volt néhány olyan későbbi betelepítés, ahol a Ádám és Évának a közvetlen leszármazottai, tehát a gyerekeik kerültek át isteni segítséggel. Nem jövőkkal, nem önerőből, így akarom mondani. Ugyanis a Földön először egy olyan életteret, egy olyan otthont kellett kialakítani, ami az emberiség sorskódjának megfelelt. Nem akarom a további adásomat ismételni, tehát nem megyek most abba nagyon bele, csak utalok rá, hogy ahhoz, hogy az emberi csillagnemzetség bonyolult másik 12 csillagnemzetség sorskódjait magába foglalt, tehát mindent felvállalt, mindent megtapasztalnak, és ezek különböző variációiban, összetételeiben az emberen belül különböző
egy minden egyes másik sorskó dominanciájával, vagy kevésbé dominanciájával, tehát az, hogy a 12-ből nem mind a 12 rész egyenlő arányban úszik az emberbe, így akarom mondani. Hanem, mit tudom én, tehát nem 12 rész mondjuk egy másik cselekedetének a sorskódjának az aránya az emberben, hanem ez különböző mértékű lehet. Tehát van, akiben 1% az angyal, és a többi 99 a másik 11-ből van, az is úgy, hogy mit tudom, ságában van menni 70, értitek? Mit tudom én, miből tűnnélből 2, stb. De a másik ember meg angyalból van 20, és itt van, tehát eltérő. És ez nagyon fontos, nagyon lényeges megértenünk, mert ha egy picit belegondolunk, vagy megértjük, akkor látható, hogy akkora variabilitást ad, tehát akkora hihetetlen szinte felkutatott a lehetőséget tárházát adja, ami valóban egy atyai, teremtői, grandiózus vagy zseniális, kozmikus tervhez méltó. A naprendszerről tehát annyit, még egy kicsit, hogy az előéletét megismerjük a Földnek, és ugye az univerzumban való kapcsolatának elevászott a része az, hogy a Föld, amellett ugye, hogy az atya alapította ki az emberiség számára, de maga a Föld az... Nem, inkább bocsánat, onnan kezdem, hogy maga a nap, amikor keletkezett, akkor nem egy ilyen sárga, közepes csillag volt. Nem is itt volt a Teo Galaxisnak ebben a karjában, tehát így ez a csillagkörnyezet vett minket körül, hanem a napunk a Plejádoknak része volt. Tehát a Plejádok csillagkép hét, mondjuk így, hogy női minőségű csillagának, csillagrendszerének, ugye az Alcyon központtal, nem tudom, mi lehetett felsorolni, mind a hét nővért, csak tudom, hogy Alcyon, Maja, Taygeta, még négy, nem tudom, amiket. Tehát a hét nővérnek, a hét nőminőségű csillag életérnek volt a nyolcadik, úgymond testvére, aki fiú minőséget hordozott, és Szolanának hívták. Ő egy olyan feladatot kapott, vagy életfeladatot kapott, hogy atyától, Atlasztól, most egy kicsit ezzel a terminológiával élek, mert én is így jutottam hozzá, tehát ezzel a mondjuk görög nevű terminológiával. Tehát Atlasztól, aki a világot a vállán hordozza, vagyis fenntartja a világot, fogja majd átvenni a helyét. Tehát felnő, tanul közben, képességeket szerez, megtanulja, hogy hogyan lehet a világot irányítani, teremteni, tartani. És amikor elérkezik a úgymond váltás ideje, átveszi a helyét, tehát a világ fenntartását a apjától, atyától, Atlasztól. Ha kicsit ezt tovább gondolnánk, akkor ugye itt miről van szó? Itt arról van szó, hogy Atlasz nem egy olyan Isten, mint mondjuk Héra, vagy Apolló, vagy a többiek, tehát nem olyan istenség, aki már egy teremtett Isten, hiszen aki a világot fönntartja, annak teremteni kell tudni a világot folyamatosan. Tehát Atlasz azonos a teremtővel, ha picit úgy belegondol. Vagyis a teremtő atyának az első szülött fia, a Szolana, aki átvette volna a helyét. Mit jelent az, hogy átveszi? Nyilván van olyan világkorszakok történésének, fejlődési, különböző rendszerek fejlődésének a végén lett volna ugye egy olyan váltás, hogy közben Szolana mindent megtanul, mindent alkalmassá válik arra, hogy mindent átvegyen, és a teremtő atya átadta volna neki a pozíciót a hét, ő pedig valamilyen más feladatot megkezdett, hogy egy másik teremtést vett volna át. Na most, ugye azt tudjuk a időfizikai elméleteimből, kutatásaimból, hogy a teremtő atyának nem csak ez az univerzumban, nem csak ez a világa van, hanem a hiperterekben, tehát a másik két téridőben is vannak univerzumai. Tehát elképzelhető, hogy valamilyen olyan teremtő forrásváltás, vagy felfejlődés, vagy visszavadás, vagy valami lett volna, ezt meg igazából nem tudtuk levezetni.
nem tudom, a Tarlókácsfejnek ez esetleg sikerült, mert ő éneket nagyon jó végétől szokott önök gondolni, de nem tudok róla, és én sem tudtam még így gondolni igazából. Mert kicsit sokkal bonyolultabb a rendszerenél, hiszen tudjuk, hogy 10 originális teremtő volt, amikor beindult ugye a Naprendszernek a Migdalasziskat a teremtése is, és közben belépett egy 11-dik, és 12 van összesen. Tehát kicsit nagyon bonyolult a rendszer, de most mondjuk egy a mi teremtő atyánknál, akinek ugye a fia Solana áttette volna a helyét idővel. Na most ehhez ő minden tudást, minden mestert, tehát az univerzumból, tehát nem maga az univerzumból a legjobb, a legbölcsebb minden tudományának, területnek a mesterei vagy ősbölcsei jöttek hozzá a plejádokban, tehát a fiacsok rendszerében, és tanították. És természetesen egy fizikailag képzeljük el, nem dimenziósan, hogy jött egy öreg bácsika, leült, és akkor elkezdte a Solanát a fiút tanítani, felolvasni neki, meg leckíteni, meg esmény, nem? És teljesen, ugye mert szellemvilágokról van szó, itt anyagi világ még nincsen, teljesen szellemi, ezt meg fogalmazom meg, szellemi tudatok közötti olyan energia és információ áramlással történő tanítás és kommunikáció volt, amivel a átadó, tehát egy magasabb információs halmazal és magasabb hatókörre vagy rálátási kapcsolatrendszerre rendelkező intelligencia vagy tudat, egy még alakuló, tehát még nem annyira nagy rendszereket, nem nagy kapcsolatrendszerekkel bíró, tehát nem jelű információval bíró tudatnak adott át információkat úgy, hogy azt be tudja fogadni. Megközelítő külülíró hasonlatként képeket vetített neki, hanganyag volt, itt mindenféle olyasmik, amivel nem ráírta a tudást, nem ráírta azt a kódot, vagy azt az információt, hanem elért által együtt vezettek, tehát volt a két tudatrezgés, együtt vezettek, és az az információ, ami még nem volt benne a befogadónak, tehát Solanának a tudatában, vagy információs készletében, az belekerült, beleírodott. Valahogy itt a körülébe, hát ezt szavakra megértitek, biztos nem lehet igazán elmondani. De egy nagyon-nagyon gyors és intenzív tanítási módszer ez a felső világokban, hiszen tudjuk, hogy ott hát sok minden teljesen más közdalak, inkább így tudom, tehát nem az, hogy órákat töltenek így olvasásra, tanulással, mert ott az órák sem ennyinek számítanak, az évek sem, földi évek, stb. Nem is ez a lényeg, tehát az a lényeg, hogy tanították Solanát a legjobb, a legkiválóbb mesterek, és ő nagyon gyorsan, kiválóan tanult, hiszen az atyának, Atlasznak a képességeivel rendelkezett. Csak még éretlen volt erre a feladatra. Tehát Atlasz úgy nem adhat az apja, nem adhat hát neki a helyét, a feladatait, a terheit, a világ fenntartását, hogy valaki még, aki ezt átveszi, éretlen erre. Mert ezért ez felelősség. Ugye, csak érzékeltetésképpen mondom, hogy ez mekkora feladat. Most maradjunk csak a mi téridőnk miatt, tehát nem kell a másik két téridőnek, ugye tudjátok, hogy három téridőn, ugye a triász vagy a Mitsubishi Gyermen. Hát nem kell a másik két téridőnek a innen nézve hiperterelmi nevezett téridőben az univerzumokat bennünk, csak vegyük most a mi univerzumunkat, vagy a mi téridőnket. Ebben az ötperzamos univerzumban van egyenként 4 dimenzió, az 5x4 az 20. Tehát 20 dimenzió az, amiben hát ha 200 milliárd galaxist veszük, azt hadd tegyem hozzá, hogy ez a 200 milliárd galaxis nem egy állandó szám. Egy pillanat, egy kis kitérőt tegyünk azért, mert akkor válik közben érthetővé, hogy mit akarok ebből kihozni. Tehát a levegőben rajzolok, hogy nincsen tárva, de mindenki el fogja tudni kézelni. Tehát van egy gömb, egy kicsit lapított gömb, a univerzum. Ezen belül a középpontjában van az a teremtői forrás, amiből a vortex áramlási rendszerével, tehát egy kifelé táguló gömbi spirál, tehát nem egy ilyen kis vonalat képzeljétek el, vagy egy ilyen kis mit tudom, egy csövecskét, hanem egy ilyen kis vonalat képzeljétek el, hanem ez úgy szétkenődve, tehát egy gömb felszíni spirális áramlással
egyre táguló spirál gömbhéjakban, ez a jó kifejező gömbhéjakban, tehát nem körökben, gömbhéjakban kitágul a határig, ott pedig a közepén visszafordul egy másik ilyen szűk spirálba. A Vortexában volt egyiket az Ákos Tótákosnak az előadásán, és akkor vetítették, tehát ilyen spirál kívül belül meg egy ilyen kis szűkebb. Tehát hasonló a mandóhoz, a mandó áramás rendszer, vagy a fánkhoz, az almához, tehát a mélyeségi kilométeri formát közzétek el. Tehát az univerzum úgy gömb, hogy nem teljesen gömb, hanem van ez a befejáró rendszer. Az a rendszer, ami elnyeli, tehát ahol a falnál, ez a külső sötét anyagnak nevezett ugye, univerzum fala van, az elnyeli az anyagot. Ez is a dolga. Azért, mert belső szükületen, tehát a fehér lyukaknál, ugye a fekete lyukak azok, amik elnyelik, és a sötét anyag, a fehér anyagnál, a fehér lyukaknál, tehát a csillagoknál pedig visszáramlik. Tehát az az érdekes, hogy maga a rendszer annyira át van szőve sok-sok ilyen kis egyéb önmagába forduló spirál, vortex rendszer, tehát egy többszörös spirál rendszerrel, hogy van a nagy univerzum, és azon belül a galaxisokban pedig vannak ugye azok a csillagrendszerek, ahol az anyag visszáramlik a teremtésbe, a csillagokon ugye fény és a fény által különböző annak a dimenziónak megfelelő szellemanyagi struktúrák építő kiskockák, neutronok, neutrinok, meg mindenféle egyéb részecskék, szellemanyag részecskék keletkeznek, amelyek fölépítik a különböző élettereket. És ugyanennél a galaxisoknál pedig, a fekete lyukaknál pedig besűrűsödik, elnyelődik az anyag. Ebben most hagynám menni külön bele, ha külön nem kérítek, mert nem ez a témán. De azért kapcsolódik ez ehhez, mert ebben a tehát nagyon bonyolult áramlási rendszerre bíró, de mégis egy fő áramlást ki lehet emelni ebből az univerzumban. A középpontból, a forrásból, tehát egy egyre táguló, most egyszerűsítve mutatom, egy egyre táguló gömbi spirálban keletkeznek a galaxisok is, és őrületes sebességgel, ugye haladva egyre nagyobb körökben, de egyre közelebb kerülnek az univerzum falához, amire föl fognak majd kenődni. Ezek a kvazárok egyébként, amik tulajdonképpen azok a csillagászati objektumok, ameddig a legmesszebb el tudunk látni. Arra már csillagászok is rájöttek a 80-as évek vége felé. Igen, 80-as évek vége felé, mert 86-ban még nem tudták biztosan, azt én is biztosan tudom, akkor még nem. Vagy a 80-as évek vége felé, vagy a 90-as évek elején rájöttek arra, hogy tulajdonképpen a kvazárok jelölik ki az univerzum, vagy az ősrobbanás tágulásának a határát. Ennél csak azért annál messzebb nem látunk, egyszerűen annál messzebb nincs semmi. Tehát mindenféle egyéb módszer, amivel azon belül érzékelünk csillagászati objektumokat, és ez nem csak a látható fénytartomány, hanem az infravörös tartomány, az ultraviolett tartomány, röntgen, sugártartomány, rádió, hullámtartomány, stb. Tehát összes érzékeltő és fogható rezgés és hullámtartományban addig látunk el a legmesszebb, és ezek a kvazárok, ezek mindegyik tartományban erősen sugároznak. Tehát egy eléggé aktív ilyen források. És az egyik elem, amit tudom, 17,5 milliárd fényelő van a legtávolabbi, a másik elemben pedig körülbelül 10, körül 10 körül. Nem, hülyeséget mondok. Az is van 12, 10-12 körül van. Mi következik ebből? Azt, hogy mi nem középen vagyunk, tehát valahol a kettő között vagyunk, tehát már egy több milliárd éve, hát tudjuk, hogy több milliárd éve létezik a galaxis, csak a Föld, ugye több mint 4,5 milliárd éve. De körülbelül ugye a univerzum belül van, még egyharmadnyi távolságban se vagyunk a faltól. Vagyis egy viszonylag fiatal galaxis vagyunk, tehát nagyon sok fejlődési lehetőség áll még előttünk arra, hogy mielőtt bekövetkezik ugye a legutolsó spirál, legutolsó kanyarjában a univerzum felára való fölkenődés, és a galaxis megsemmisülése, hát addig fölfejlődjük olyan szinten, hogy mondjuk visszateremtjük a galaxisokat a univerzum belsőjébe, vagy éppen másik saját univerzumot teremtünk magunknak, vagy mit tudom én, el tudjuk hagyni és bejebb költözünk. Tehát erre többféle lehetőség van, de ezek a verziók most is zajlanak egyébként. Most is zajlanak, mert ebből következik, hogy ha egyik elemből, most 17,5, aztán lehet, hogy már azóta változott, ugyanis amiket én onnan veszem ezeket a számadatokat, azok egy nagyon régi, kb.
15-20 éves forrásból számozott egy cseresz térpénkből, és lehet, hogy ott a pontosították. Mert tudjuk, hogy a univerzum is időnként egy kicsit úgy változik, tehát folyamatosan lüktet, pulzát, tágul, illetve összehúzódik, attól függően, hogy mennyi az információ tartalma. A történések alapján milyen új felismerések, milyen új tanulságok vannak mondjuk így az univerzum teremtője számára, hiszen az univerzum önmagában egy iszonyatos információs halmaz. Akkor tudjuk az életkorát is, hogy ebben 15 milliárd, abban azért mondjuk tetszősítek, mit tudom én, 15 milliárd, mert kb. 30 és 40 milliárd fényes között van az átmérője az univerzumnak. Ez körülbelül mondom. Hallottam újabban, talán tavaly, egy olyat is, hogy kb. 100 milliárd fény az átmérője, de nincsen messze kvazár, tehát nem látnak el addig. Tehát a realitás az az, ameddig látnak, ahol a kvazár jelenség, tehát a fölkerülő, az univerzum fala egy olyan sötét anyag, ami egy fekete lyukhoz hasonló tömörség. Hiszen az eddigi összes galaxis az anyaga, oda neutronok fölkenődtek rá, besűrösödtek rá, tehát egy óriási sűrűségű, nagyon nagy tömegvonzású anyag, ami egyrészt az utolsó körnél nagyon felgyorsítja a tömegvonzásánál fogva a galaxisoknak a hozzájuk való közeledését és becsapódását, másrészt pedig, ahogy elkezdik a becsapódás, hát logikus, hogy nem egyszerre fog történni, hanem jó pár ezer évig eltart, hiszen amekkora a galaxis átmérője, mondjuk a mi galaxisunk esetében kb. 100 000 fényév, akkor kb. 100 000 fényévig tart, amíg a galaxis elejétől a végéig, ugye végig odaér. Tehát 100 000 évig az a kazár, mondjuk így, hogy látható. Utána persze megszűnik. Na most, hogyha már van az univerzumnak egy fala, vagyis már régebbi galaxisok azt odarakták az anyagukat, hogy így mondjam, amihez a mostani galaxisok kerülnek föl, mostani kazárok, amelyek jóval korábbiak, hiszen ha mi 17,5 milliárd évvel ezelőtti fényét érzékeljük, az azt jelenti, hogy 17,5 milliárd évvel ezelőtt már ott volt és elkezdett fölkenődni. Értetek, mit akarok mondani? Vagyis az univerzum nem lehet csak 20-30 milliárd éves. Jóval öregebb. Egyszerű a szám, logikus. Most ebből mit következik? Ebből az következik, hogy azok az intelligenciák, akik ott a így nagyon öreg, tehát már megsemmisült, vagy éppen megsemmisülésben lévő galaxisok életterében éltek és fejlődtek, ugye, ahogy mondtam, régen is két lehetőség volt. Ha lusták voltak és elkényelmesedtek, és nem tudtak arra a fejlődési szintre eljutni, hogy elhagyják a rendszerüket, vagy épp. Tehát nem csak ilyen bolygóközi utazásról van szó, vagy csillagok között, hanem a galaxis is el kell tudni hagyni. A galaxis hagyás egy még magasabb szint a nagytávos űrhajózásban, mert a galaxisnak is van egy külön erőtere, védelmi rendszere, szférája, tudom, hogy mondjam. Tehát aminek megint más egy kicsit a térugrásos hét akartam mondani, tehát a térugrásnál ugye ki kell számítani a térvektorokat, hogy milyen térvektoron fogok ugrani. A galaxisnál egy icipicit másképp kell számolni, vagy hogy mondjam, bele kell kalkulálni bizonyos dolgokat, most egyszerűen mondom, míg galaxisok nem, tehát a galaxis elhagyásánál. Ugyanakkor, ha az univerzumot hagyjuk el, tehát másik univerzumot ugrunk át, akkor ott még egy magasabb fokozatú, valamilyen bonyolultabb és magasabb szintű számításokat kell végezni. Maga az elv az ugyanaz, tehát maga az az elv, hogy itt messzkedt a létezésem, odébb helyezem, tehát a térforrásomat úgy hozítom, hogy a létezésem hangját, ami szól, a létezésem rezgését, megváltozottam, és ezáltal egy másik rezgéssel kerülök szinkronitásba. Az a sima térugrás, de nagy távolságra nem térnem időben kerülve lehet igazán. Tehát a létségben, a teremtésen kívül helyezőben lehet elkerülni. Nem akarok jelenleg kitérőt tenni, hát oda kanyarodnék vissza, hogy a napunknak egy olyan bonyolult rendszert meg kellett volna beletanulnia, amelyek már régóta működött, nagyon sok információ már felhalmozódott, nagyon sok tapasztalat már felhalmozódott.
És mondjuk ezzel nem volt semmi probléma, tehát szóval nagyon szépen haladt a tanulásban, de ahogy mondjuk így, hogy kezdett életre férfiakorba lépni, és lassan-lassan közeledett az az időpont, hogy át kell neki venni a világ fenntartásának, a világ mindenség fenntartásának az atlaszi szerepét, egyre inkább úgy érezte, hogy neki más a feladata. Ő ezt nem akarja csinálni, tehát ő valami saját egyéni közelései voltak. Ami érdekes módon, tehát ez megint az én kitérő gondolataim, magában a ránk hagyományozott történetben ez így nincs benne. Tehát az volt, hogy ő nem ezt akarja, nem ezt a úgymond sablont, nem ezt a megszokott, vagy megtanult dolgokat vagy át, hanem ő egy új kreatív önmegvalósítást fog csinálni, és egyszer gondolt egyet, és letért a keringési pályájáról. Azt tudnotok kell, hogy a csillagok és a bolygók is saját akaratukból le tudnának térni a pályájukból. Tehát erre a szabad akarata rendelkező intelligenciáknak, vagy teremtésből szabad akarat van, lenne lehetőségük. De vajon Földön miért nem tér le a pályáról? Azért, mert most az emberiségnek ez a pálya megfelelő. Ugye időszámítások miatt, az éghajlatok miatt, időjárás miatt, stb. Tehát most ez a pálya. És akkor mi kise térek arra, hogyha letér a pályáról, akkor már más lesz a naprendszer bolygóinak, az asztrológiai képetei, tudjátok, mert akkor már nem ott van, hanem másképp, más szögbe fognak kerülni egyből. Tehát nagyon bonyolult rendszereket bonyolítaná ezzel, egy picit is megváltoztatná a pályát a Gaia, tehát a Földanya, de nem teszi, mert tudja, hogy ez most így a legjobb. Ugyanígy a nap is a mostani pályán nem fog hirtelen nem tudom hova átugrani, mert ahhoz egy csomó minden egyéb diplomáciai, most értsétek a helyén, diplomáciai dolgok kellenek a környező csillagistenségekkel. Tehát nem olyan egyszerű, hogy kering egy ilyen izogázgömb, és akkor leváltak ilyen kihűlt agyadragok, bolygó lett, és akkor értjük. Ez nagyon egyszerű, nagyon materiális megfogás. Én is sokkal-sokkal bonyolultabb, grandiózusabb és istenibb az egész, hogy én mondjam. Tehát oda visszatérve, leszakította, letérte magát a keringési pályáról. Vagyis, annak a központi trón bolygó, tehát ugye a univerzum közepében teremtői forrás óriás napjáról, vagy a központi trón rendszernek a keringési pályának a nagyon finom, nagyon nem bonyolult, mert ott még a kezdeti stádiumban nem nagyon bonyolult a maga annak a központi csillagrendszereknek a pályája, hanem amik azokból indulnak is, mint fraktál, egyre bonyolult és szertázatok és összetettebb egymással, egyre bonyolultabb kapcsolatrendszerbe kerülő erő, energetikai és hát bőzően szemben a gravitációs rendszereknek a hálózatot, tehát onnan indult, azok már egyre bonyolultabbak. De itt még viszonylag egyszerű. Viszont ha belegondoltak abba, hogy mondjuk egy olyan központi helyen lévő nagyon-nagyon rossz hasonlat. Van egy pókháló, aminek a mit tudom én N számú szála, mondjuk néhány szába fut össze. Most abból az egyiket elszakítom, és csak egyet szakítottam el, de azért mit tudom én 62 000-et. Értitek, mit akarod mondani? Tehát itt is erről volt szó. Tehát ő letért a pályáról, de onnantól kezdve ez a diszharmónia, ez a rendnek a megbontása, ez végig hullámzott, végig gyűrűzött iszonyatosan sok rendszeren. Újra kellett írni az egészet, újra kellett hullámozni az egészet, értek? Újra helyre kellett hozni a rendszerben az anomáliát. Tehát ezzel nagyon nagy baj csinálsz volna, amit ő még akkor nem tudott, nem érezett, vagy én nem tudom, ez nem őt negatívan minősíti, mert majd rá fogunk jönni, hogy miért, hanem egyszerűen ennek így kellett lennie, bizonyos teremtésben lévő beszámíthatatlansági tényezői faktorátok, új lehetőségek és variációk megtapasztalásának a gazdálása miatt. Tehát letért a pályáról, és azt tapasztalta, hogy szabad vagyok, nem köt a
a rend nem köt az, hogy nekem most ezt a gyárat fel kell tartanom, de ez nem sokáig tartott. Addig tartott, amíg a pályáról kiszakadt, kijött. Abban a pillanatban, hogy ezt megérte, de már nem volt a helyén, elindult az anomáliás hullám, tehát a rendetlenség hulláma, a rendből való visszamenek a hulláma, elkezdett zuhanni. Tehát egy nagyon nagy zuhanás érzés volt, ugyanis ebből a 9. dimenziós központi forrásbeli rendszerből alacsony dimenziókra rezgett le. Azt tudnotok kell, hogy a bukott angyalok is azért zuhantak alá, hogy a mélységben Luciferrel. Mindenféle ilyen égi szférából való alázolás, minden magasabb, mondjuk így szerepből való kiesés, azért lehet mindig lesüllyedéssel, lezuhannással, mert csak arról van szó, hogy ő a maga helyén, a maga megfelelő magasabb, nálunk magasabb dimenziójában úgy tudott maradni, hogy azon a tudatszinten, ahol a tudat ott rezeg. Azon van egy frekvencián, vagy egy hullámosszal. Ha abból kiesik, alacsony vakkal, tehát olyanokkal kerül kapcsolatba, amennyire ő lerezeg, amennyit veszít a magasabb rezgéséből, vagy tudatszintjéből. És ő is ezt a zuhanást élte meg, és úgy tudom, hogy a negyedik dimenzióig egészen mesél. Most ott olyan sötétség, olyan sűrűség, olyan magány vette körül, hogy eleinte nem is tudta, hogy hova van, mi történt vele, miért történt ez. Tehát mondjuk így nagyon emberi hasonlattal, hogy ilyen sokkos vagy félsokkos állapotba került, hogy Úristen, mondjam, mint ember ilyen, Úristen, mi történt? Hát az előbb még a szabadság gyönyörű, fantasztikus érzését megéltem, és most meg itt vagyok, és semmi nincs, és ahhoz képest, hogy a negyedik dimenzió, ami nálunk fényesebb dimenzió, korosítét volt neki. És hiszem, hogy magány vette körül. És ugye itt föl kell dolgoznia, hogy most akkor mi történt, hogyan tudom magam összeszedni, hogyan tudom tovább élni az életet, mert oda, hát annál ez van, oda föl sem látott, mert felülettek. Tehát a szerepből való kiesés által törlés is bekövetkezik, ezt tudhatok kell, hiszen az az információs halmaz, ami a piramis csúcsán, tehát vagy a karföld tetején, tehát az összes alrendszerből való információt egyesíti, és egyre magasabb dimenzióban egyre nagyobb rálátási rendszer van ezeknek az összegzése által, abból kikerülve, honnan tudnád azokat, honnan férni hozzá azokban, nem magadban nem fogod tudni tárolni, hiszen ott a benne, abban a magasabb dimenzióban való élés miatt pillanat, azonnali hozzáférésed van. Ó, erre, arra, amara a rendszer akarod ráfokuszálni, már ott vagyok, már tudom, hogy ott mi zajlik, mi történik, értetek, ki a rossz, ki a jó, hát mindent tudom. Csak azáltal ott ráfokuszáltam, ez azonnali információ. Onnan kiesek, emlékeimben ezeket hogy fogom tudni előzni a éppen pillanatnyi aktuális állapotot? Nem fogom tudni. Vagyis egy tüzelés, egy törlés, egy kiesés, a mindenféle kiesés következik be, ez törlésszerű. És ő is a képességei megmaradtak, természetesen csak az a fajta tudás veszett el, ami ott abban a dimenzióban, egy 9. forrásbeli dimenzióban megvolt. Nem ragozom ezt tovább. Az a lényeg, hogy Szolána, mert nem ő lenne az, aki gondolt egyet. Magány űr, semmi nincs. Hát akkor tudom, amit tudok, amit tanultam, tehát az megmaradt neki, amit megtanult, csak a többi, amit az előbb mondtam, többi rendszernek a pillanatnyi altális állapotához nem fér hozzá. Ennek alapján elkezdett teremteni egy saját világot. Ez volt az első naprendszer. Egy saját világot teremtett, tehát kialakította a bolygórendszerét, és megteremtett a körbe között a Földet is, mint egy olyan életteret, amelyik alkalmassá vált különböző csillagnemzetségeknek a letelepedésére, befogadására. Tehát először a Föld, amikor indult, akkor még nem volt tudatosan úgy kialakítva a mostani alatt egy több ezer éves, vagy több százer éves ciklust értek, tehát az, hogy rehabilitációs, tagító, gyógyító hely, egy olyan élettérnek indult, ahol élet fog megtelepedni, intelligens életben megtelepedni, és
és mellett közben lehet majd ezen, ugye konszervok a váltásával lehet majd utasítani, hogy tulajdonképpen hogyan tud ez a új naprendszer, vagy új élettérrendszer beilleszkedni abba a közepbe, ahol belekerülve, nem volt bekalkulálva előre. Tehát egyszer szóval a hiányát kellett pótolni a tapajátok rendszerében, tehát ott a rökenszerű mezőkörnyéken, illetve ahol lezuhant, itt a Sirius csillagrendszer közelébe, itt pedig beilleszteni, beszűni abba a hálóba, abba a szövedébe, abba a szövetbe az ő rendszerét. Na most ez tulajdonképpen sikerült. Mennyire alatt, hogyan megkérdezhetek, nem tudom, ezt szerintem ez senki nem tudja, csak aki ezt végigcsinálta ott akkor. És akkor, mivel a Földnek, mint élettérnek az indulásakor, tehát a különböző, erről beszéltem, mert most azért gondolkoztam, hogy mennyire mondjam ezt el meg, én nem mindig ismételget, nem mindig azt érezhetek, hogy ismételgettek információkat, de nem tudom kikerülni. Tehát a Föld először, mint élettér, ugye úgy lett kialakította, hogy a különböző csillagrendszereket, a sóskodókat letelepítik, alkalmasát teszik arra, hogy ebben a galaxisban, tehát az új naprendszer, az új élettérrendszernek az élettereiben, ebben a galaxisban lakó fajok, intelligenciák, csillagrendszereknek a lelkei testbe alászálló életeket élhessenek, vagyis olyan életközösséget, olyan életfejlődéseket, olyan életutakat járnak be, amelyik mondjuk a saját rendszerében, vagy a galaxis többi rendszerében esetleg nem lehetséges, vagy másképp alakulna, mert nem ez az élettér, nem így van kell tudni az élettér. Része ennek az is, hogy a Föld egy, mondjuk a víztartalma szempontjából, a szerkezete szempontjából, a rajta lévő élővilág összetétele és fajgazdagsága szempontjából egy nagyon ritka bolygó, hagyd tegyem hozzá. Tehát nagyon ritka bolygó, már egy háromdimenziósan értem, mert nagyon sokféle egymástól jelentősen eltérő lelkületű, illetve sorskódú lélekcsoportoknak is életteret tud biztosítani. Mire gondolom? Csak egy például világítanak, mire gondolok. Itt együtt élnek, mi is most együtt élünk például ízeltlábúakkal, a rovarokkal. Csak hogy egyet emeljek ki. Együtt élünk a madarakkal, a cetekkel, meg önálló intelligens, önálló csillagrendszereket más rendszerekben. De például ízeltlábúakat, az ő életterükben nincs ennyi fény, nincs ilyen, tehát egy olyan sötétebb, sziklásabb, kihetlenebb hely, vagy hogy mondjam, mert az ő lelkületüknek, és ez a lelkű sorskodját értem, tehát az, hogy viszonyulnak a létezés és az élethez, az a megfelelő. A tündéreknél megint teljesen más, tehát én ilyen erdőszerű, fényesebb, könnyedebb, illékonyabb virágokkal teleszkod, tehát tényleg teljesen más. A ceteknél, tehát a cetféléknél, a delfinek, pálnák, stb. De tudjuk, hogy ők is dévák, tehát félények. Ott pedig ugye víz, tehát a szabad, korlátlan térben való lebegés és a fény és a bizonyos olyan zenei hullámok, hangzásokat a cetek, tudjuk, hogy a bálnák ugye énekelnek, és valóban nagyon érdekes, nagyon bonyolult... Bocsánat, szerintem valaki szólt. Tehát nagyon bonyolult dalaik vannak, hogy így mondjam, amelyekkel teret tisztítanak, információt közönek, az életérzésüket fejezik ki, stb. De mit akartam ezzel mondani? Tehát azt, hogy a delfinek bolygóján, vagy a cetek bolygóján, a tündérek bolygóján, vagy az izlába bolygóján a földi milliónek, a földi környezetnek csak egy-egy részete van letelepítve. Mert nekik az a megfelelő. Itt a Földön minden van. Tehát itt tud élni delfin is, rovar is, madár is, tehát akik ugye tündéreknek a elősértve állati testbe megnyilvánult lényei, madarak, azok a tündér lelkek vannak általában, és az ember is.
aztán már kezd kibontakozni, milyen különleges az a fő. Tehát alkalmasság kellett tenni arra a földet, hogy abban a csillagközegben, ahol minden egyszerűen lecsében sajátságos élettere által, főleg csak neki alkalmas élettér van, másod nem tudom, hogy megtelepedni, mert a számára alkalmatlan. Itt egy olyan lehet kialakítani, ahol mondjuk így, hogy mindegyik az életek le tud telepedni, meg tud élni, és az egymással való kapcsolatukban, hát abban pedig szinte nagyon sok lehetőség rejlik arra, hogy ezeknek a variációit, egymás hatását, hogy tudnak együtt élni, mikor kerülnek konfliktusba, miért kerülnek konfliktusba, értitek, hogy oldják meg, megoldják egyáltalán, stb. Hát ennek a béka bekapja a szilvat, a békát bekapja a gólyát, értitek, a gólyát elővi a vadász, vagy például elkapja egy sas, most kimondok egy ilyen egyszerű példákat, amik meg ott nagyon sok bonyolult ilyen magasabb szempontból tudás lehetőség, megtapasztalási lehetőség rejlik. Tehát ha egyszerű fizikai szemmel nézünk egy esőerdőnek, a amazoniai esőerdőnek a ugye bonyolult élővilágát, de ahol azt mondják, hogy hú, hát egyszerű értjük, mert az egyszerű lényektől, amik egymásokban egyre bonyolultabb növényes állatvilág, a tápláléklánc, az így működik, ugye erősebb megeszi a gyengébet, a ragadozó megeszi a növényevőt, stb. Értjük. De ez ennek mi a célja? Hogy evolúció, mert akkor egyre tökéletesebb lények fejlődnek majd ki évmilliók vagy évezredek alatt. De akkor is mi a célja? Mi végre? Milyen információt ad az valakinek? Mivel leszek én abban a több, ha tudom, hogy a jaguár elkapja a tapírt és megeszi? Érted, mit akarom mondani? De ha más szemmel nézem, tehát azt mondom, a tapírban milyen lélek lakik, milyen csillag nemzetség, milyen lélekcsoport közösséghez tartozik, mit nyilvánít ki energetikailag az életmódjával, stb. Abban a környezetben, meg a jaguár, akkor már egy ilyen egyszerű táplálék szerzésben mögött sokkal-sokkal több információ rejlik szellemi szinten. És ez csak egyetlen egy dolog az egész bonyolult működő ökoszisztémában. Ez a kis kitérő, hogy ezen meg kellett tennem. Térjünk vissza tehát oda, hogy a föld életére elkezdett kialakulni. Na most ebben az időben, tehát durván egy 5 milliárd évvel ezelőtt, a első galaktikus háború már túl volt a galaxis, illetve az univerzum, és a második galaktikus háborúnak is tulajdonképpen mondjuk így az előszele már kezdett látszani. Hát nagyjából úgy, mint 37 tájéken a Németországban, amikor Hitlerék azra mutattak, hogy itt van valami nem oké lesz az hasonlóan. És be is következett a második galaktikus háború, nagyon sok olyan új csillagnemzetség belekeveredett, elcsúszott, akik az elsőben nem voltak benne, többek között az izetlábúak, meg a macskák, macskaféléknek a képviselői. Erről is beszéltem már, de akinek új annak vannak, ez most érdekes lesz, hogy a macskák, tehát a földön élő macskáknak, a cicáknak, de nem csak a házi cicának, hanem egész a nagymacskák, tehát a tégés oroszlán, stb. Madon élő nagymacskának is. Igazából ők egy önálló csillagnemzetséghez tartoznak. Saját élettereik vannak, űrhajóznak, rendkívül intelligensek, stb. És ők is belekeveredtek ebben a galaktikus háborúban, de a jó oldalon. Ők harcosok egyébként, azt itt a Földön is tapasztalják, hogy a negatív helyekre, hogy oda fekszik a macska, időnként ugye, mint a harc van a parasíkon is ilyen fura lényekkel, tehát általában akinek van macskája, vagy jobban is a macskák lelkületét, amelyet olyan törvényűek, és hát nem nagyon lehet őket egy pórázás igazán arra készíteni, hogy te most szépen sétálsz mellett, amit nem. Hát lehet, hogy van olyan cica, mert kivétel mindig lehet. Na, tessék az öntővényel. Most aludnak, akkor alszik, ha jönne, akkor nyávok. Érted? Ha elakul benne, akkor elmegy. Ha úgy ez, akkor nem hagyja meg sem magas. Tehát a saját dolgaik vannak, önállóak, öntővényűek. De egy rendkívül érdekes, rendkívül finom, kifinomult olyan a macskaszerű létezéssel bírnak. Tehát önjük, hogy macskaszerű, mert teljesen más, mint egy kutyafile ragadozó, vagy egy krokodilfile ragadozó, vagy egy hüllőfile ragadozó.
a vadászat a módszer is más, tehát ez is mutat valamit. Az a lényeg volt, hogy ők olyan szellemharcosok, olyan harcosok, akik a negatív lények ellen harcolnak. És a második galaktikus háború belekeveredve, egy olyan árulás miatt egy olyan nagyon nagy csatát elvesztettek, a családba csalták őket gyakorlatilag, most ebben hagyd nem menjek jobban bele, hogy ez hogy zajlott, mert hosszú lenne, de a lényeg az, hogy a drakonidák, tehát a sárkányok és az izetlábak és a többi kigyóvó lényeknek a seregei gyakorlatilag úgy verték meg a macskafélynek a seregeit, hogy egész a galaxis határáig üldöztek őket, és kénytelenek voltak átköltözni az Andromeda galaxisba. Az Andromeda galaxis a hozzánk legközelebb lévő galaxis, hát kb. 2 millió fényévre van. A többi galaxisnál kicsit nagyobb, és ott matriarchális a rendszer. Tehát ott a Yin túlsúlya van abban a galaxisban. Ott lekövetek a macskafélék, még inkább a Yin túlsúlya lett. A macskafélék a Yin aspektushoz tartoznak. Hát az olyan gömbölyű macskaszívek, olyan nőkre is mondjuk, hogy olyan kis cicám, stb. Hát nem véletlen. Na most ezáltal viszont innen a galaxisból egy ekkora hatalmas energia minőséget, lélekszámmal rendelkező csillagnemzetség átköltözött, kikerült. Itt is megbomlotta a Yin-Yang, a teljű galaxisra jellemző, nem egyensúly, mert egyensúly sehol nincsen, csak a Yang egy picit volt dominánsabb a Yin-nél, de most jóval dominánsabb, mert a Yin-nek egy részének kikerült. Jóval dominánsabb lett, vagyis egyre inkább a patriarchális társadalmak, hát itt ugye látjuk a Földön is, hogy nagyon ritkán néha voltak csak matriarchális társadalmak, mert nagyon szépen jól működtek, akkor nem volt háború, azonban a geológiai rétegekben nem voltak fegyverek, nem voltak csatanyomok, értitek, tehát egyébként volt, hogy a nők, és egy kicsit most hagy esély nektek jól, tehát a nők nagyon jól vezették a földi társadalmakat. Hát aztán persze a Yang túlsó életben miatt, hogy ezek csak egy aranykori átmeneti jó létek, vagy jó, könnyű, tiszta, békés időszakok lehettek, mert újra a Yangos, vagy marsi, vagy férfi harcos energiák elkezdte dominálni, és újra megjelent ugye a harc és a férfias helytállás és férfias küzdelmük a Földön. De a lényeg itt az, amit ebből ki akartam tehát hozni, hogy a Föld ebben a kezdeti időszakában, tehát és itt talán amikor ugye beletrendezve a különböző csillagnemzetségnek a soskodjaját lehet telepítve, akkor a második galaktikus háború által itt olyan változásokat kellett létrehozni, nem ez a jó megfogalmazás, olyan változások következtek be a tervezett élettéri a tervezett életterekben lévő tervezett lények általi életek történéseiben, amelyek nem voltak tervezettek. Tehát arra gondolok, hogy a háborúnak a hulláma, vagy a eseményei beleszavartak, belefolytak, belekeveredett a Föld és a Naprendszer is. És egy kicsit változtatni kellett ezen a földi terveken, ami aztán megint csak harmonikusan illeszkedik ahhoz, hogy egy új lehetőséget újra meg lehet élni és tapasztalni. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy egy pillanatra egy kitérő, a luciferi lázadás, ugye föllázott, úr ellen fordult, akik angyalok belelázadtak, azok elbuktak, lezvonultak és bejutott ugye az anyagi világban való bukott angyalként, vagyis emberként való életük, és megtapasztalások és visszakapaszkodások a fényhez. Na most ennek egy olyan aspektusa is van egyébként, csak mondanám, ami nem védi őket, nem menti föl őket, de egy picit érthetőbbé válik ez az egész, azzal, hogyha azt mondom, hogy ennek a bukott angyalság jelentős részének, tehát jelentős részének, és itt nem csak az angyalok vannak benne, hanem másfajta elbukott vagy elcsúszott lények is, akik őket támogatták. Az a vállalása, fővállalása, hogy alacsony dimenzió világokat megismernek, megtapasztalnak. Ott életeket élnek, és Koszlóban levő tervek, projektek alapján, különböző testekben, különböző másfajta lényekkel való együttélésben ők egyfajta megtapasztalást megvalósítanak.
ez hihetető, ugye? Tehát az a fajta terv módosult, hogy a naprendszerben saját bolygórendszerrel Szolana egy olyan életteret, olyan lényeget alakít, ezt csúnyozva tudjátok kialakítja, de a lényeket teremti, ahol a saját elgondolásai, tudása, terve alapján fognak ők létezni, élni, és saját rendszert akkor fönta. Ebbe beleszólt a külső tényező, a naprendszeren kívüli külső tényező, ugye a galaktikus háború, második galaktikus háború, amelyik nem volt bekalkulálva. Az atya eredeti tervében biztos, hogy be volt kalkulálva, mert a teremtő nagyon okos, tehát ő nem mond el mindent előre a teremtményének, mert akkor nem van érdekes a játék, értitek? Tehát nyilván, ha előre tudod a forgatókönyvet, mondjuk mindenben, akkor annál lesz érdekes. Nem lesz meglepetés, nem lesz a meglepetés varázsa, vagy a váratlanság varázsa, hanem, vagy az újdonság varázsa, hanem akkor ugye marad az, hogy ja, már most ez jön, na, most azt is kipipáltjuk, azt is kipipáltjuk, szóval már nem olyan. De azt mondja hirtelen, ó, egy pofa, ó, egy nem számítottam, ó, egy örömi, jaj, de jó, szóval értitek, tehát a változatosság gyönyörködhet. Most ez a teremtésben is igaz. Igen, Pácsán? Egy kérdésem van, csak hogy tudjak tovább menni, vagy igen. Tenni a dolgokat. Amikor mondtad, hogy vannak a macskafélék, rovarok, hüllőszerű lények, stb. Ezeket, és ezek közötti háborúról is beszéltél, macskafélék ellettek. Utaltam csak rá, igen, ezek kicsit. És azt is mondtad, hogy a bolygó, a Föld bolygónk ebben a szempontból rendkívül különleges, mert nagyon sok létforma él, faj él. Akkor úgy kell kezdeni, összes többi helyen inkább az a gyakoribb, hogy egyik bolygón csak a macskafélék éltek, másikon csak a rovarok. És igen, pont erre céloztam, így van. Tehát a különböző életterekben azok a... Ez a gyakoribb? Hogy... Így van, nagyságrendek a gyakoribb, tehát sokkal gyakoribb. Tehát mondjuk így az alapkoncepció az az, hogy a különböző életterekben az a csillenzettségnek az otthonában, az a csillenzettség él, legalábbis indulásnál biztos, aki azt a fajta teremtő által elgondolt ősminőséget hordozva és őrzi, amivel a jellemző. Hát a macskafélének a macskasságát, a sárkánynak a sárkányságát, a, mit tudom én, a egyszavartnak a hírnöki, nem az a pegazus, a szárnyas, a szárnyas oroszlánnak az uralkodását, a nemes, tehát a valódi látszik, ez igaz uralkodó. Tehát minden egyes csillagzatcsének a saját minőségét hordoz az eredeti ős bölcsőjében, ős életterében. Aztán persze idővel, ahogy fejlődik az egész rendszer, innen egyrészt ők szétvarazzanak, másrészt pedig ők is bemozzanak, illetve óhatatlanul találkoznak és valamilyen módon kapcsolatba kerülnek, akár egy egymás kiegészítő, tehát szimbiózisos rendszerben is, más lényekkel, és ennek a különböző variációt ugye meg lehet élni. De eredetileg, mondom, minden egyes rendszerben, tehát mondjuk így a Drakodernál, a Sevejunknál, a Tubán rendszerének 210 fényebre van, a Tubán rendszer a bölcsé, oda lett az első sárkányok teremtve. De ott már, de ők már az egész univerzumot, az gonoszt is már behálózták, és ők maguk is, mint ős intelligenciák is, nagyon magas szellemi és arra képességek, emberi nyelve fogva, arra képességek rendelkező lények, nagyon sok rendszerben ők is teremtettek lényeket, vagy letelepítettek lényeket, vagy hibrizáltak, összekotyvasztottak különböző lényeket. Nem mondom, mi is azok vagyunk, de a mi testeink, de nagyjából igen, ezt tudom adott el. De most majdnem megyek még bele, később esetleg, ha gondoljátok, igen. A lényeg az, hogy a galaktikus sávot ezt is bojtotta. Tehát az ízletlábok otthonában ízletlábok voltak. Annak viszont számtalan fajával, tehát ott nem csak pokok voltak, meg ilyen cselebogászerű rovarok, meg mit tudom, ilyen rovarok, bogarak, hanem másfélék is, igen. Hát a rákok az egy érdekes. Ők úgy tartanak az ízletláboknak, hogy annak a rovarok és az ízletlábok rákféle és skorpióféle egy másik nagy fő törzse vagy hőmegye. De valóban ízletlábokat tartoznak, csak az ízletlábúaknak nem a rovarok, tehát nem a fiténpáncos rovaroknak, meg mész, eleve mész például a vázok, meg más, nem 8 lábokban, csak 6, stb. Bocsánat, nem 6 lábokban, hanem te a rákoknak mennyi van 6? A pókoknak 8, a rovaroknak 6, a rákoknak is 60,
meg a plusz a két óló, a Skorpiónak is 60, meg plusz a két óló, az is 8, nem tudom, bonyolult. Na. Lényeg az, hogy a Mac-nek 6 lábon az óla. És azzal a sorskoddal például az izolábok teremtődtek, hogy náluk olyan szférák átjárhatósági kódjai vannak meg, a teremtő adottak nekik, amivel bármelyik szférából ők át tudnak jutni. Miért? Azért, mert például a pókok analógián, pókok példáján fölhozva, ők egy, hát, ha szabadon hagynánk itt, nem tudom, egy hónapon ő tele lenne pókálóba, bárhol, ugye lezársz. Egy helyiséget légmentesen, hermetikusan ott egy szem, porszem nincsen, tehát tényleg sem rovar, semmi nincsen. Egy hónap múlva kinyitva, tele van pókálóba és pókkal. Honnan, mivel, hogy csinálták? Hát nekik ez a dolgok erre teremtődtek, úgy ügyesek. Tehát bebújik, megtereszik és onnan kukol. 8 szemmel, 8 kamerával veszik a dolgokat. Mert ők egy megfigyelő rendszernek a teremtő által teremtett lényei. A teremtőnek is visznek információt. Tehát nem csak az akásság, nem csak a minden egyes megnyilvánult lénynek a módszerei leállatok hordozzák azt az információt és azt az eseményt, ez lakos a beszélőfény konikája, hanem mondjuk így, hogy egy közvetlenebb, hogy fogalmazom ezt, egy közvetlenebb, de ugyanakkor mégis a beszélőfény konikájához képest egy másik megfigyelési rendszerből vett információkkal, hálózattal közvetítik a látványt, a hangot, a egyebeket, az ő saját otthonukon keresztül a teremtőjüknek. Na most, mert a pókháló az erre szolgál. Tehát ha itt most van egy pókháló, nem látod, de ha lenne, ahogy én beszélek, az már az ő ezgeti. Tehát az már a hangot tudja közvetíteni. Amit lát a pók, amit ott kukkol a nyolc szemecskével, ugye mindenféle hát én megvakom az orrom, akkor azt már követően, hogy az előadó megvakarta az orrát. Tehát már megy az info. Tehát nincs hálószoba titok, mert egy pók biztos kukkola. Hát a CIA az semmit, meg az FBI. Tehát azok kisinasok, szóval értetek, tehát azok tényleg ilyen tényleg könyörnek, hogy ugyan már, hogy... De vegyük észre az analógiát, hogy pontosan izetlábúak földi szférában, tehát a földi asztál övezet alsó színekből betelepedésükkel és állomáshozásokkal, mert itt állomáshoznak meg egyébként, a földi megfigyelési, lehallgatási rendszernek a létjogosultságát, létrejöttét és kiépülését segíti. Annak a példájára működik és megy ez. Tehát az izetlábbal sugalmazzák. Mert itt a Földön egy kis méret, a pici méretben is, és hozzánk képest pici méretben is látszólag állati testben élnek, tehát el tud taposni, nem tapos, de el tud taposni. De ugyanakkor viszont a saját életterükben már jóval nagyobb méretben élnek, illetve valamikor a Földön éltek dinonagyságú rovarok is, csak mondanám. Tehát úgy jöjj meg most egy bogarat, hogy lehet, hogy meg egyszer bosszút áll, ami lesz nagyobb. Tehát gondolni. A fehér ember fehér rovar nem szeret, szóval lehet, hogy beírodhat. Tényleg, vannak erre utalások egyébként, és vannak maradványok. Tehát én egy méteres szitakötő lenyomat meg is, mert már biztos olvastatok olyan ilyen régészeti, földőstörténeti kutatásokban, de hát ennél jobban nagyobbak voltak. Tehát tényleg voltak ilyen több méteres rovarok, itt éltek a Földön. Csak mivel az emberekhez képest nagyobb voltak és visszajöttek vele, tehát figyelek oda is, tehát hogy mondjam, nem volt egy békés együttélés a méret meg a testi fölényük miatt, mert az ember ugye kívül puha, belül hordjuk a merev vázunkat. A rovarok kívül hordják a merev vázukat, ugye a kitén páncélban, ami egy fantasztikusan ellenálló, hihetetlen csodálatos valami, és belül ugye a lágy részeket. Hát esélyünk nem volt, hogy puszta kézzelte megfolytasz egy mit tudom, két méteres cserebogarat. Hát hogy hiszen így bekapott. Tehát nem sokáig voltak így együtt, de hamar kiderült, hogy hát nem vagyunk egy súlycsoportban. József, parancsolja. Ugye, jól értem, hogy nem azt mondod, hogy az akossághoz és a pókok is hozzájárulnak. Nem azt mondom. Jó. Azért másik információs. Így van. Ennek a, hogy mondjam, a
mondjuk, hogy akkor központi tárolója, vagy mit tudom én, a magja hol van ennek? Az egy szerver egyébként, és az metve. Hát például a Polariszon. Például a Polariszon, a sarcsillag. Csak mondanám, ha tudjátok. Nem tudom, ki az, aki esek, néha úgy nézi a csillagos eget, hogy figyeljetek, hogy milyen érzéseket vált ki benne egy-egy csillag terület, vagy égbolt terület. Figyeld meg, hogy eltérőt fog kiváltani. Más lesz, hogyha nézed a hattyút, vagy a teútnak a sávját, megint más, hogyha a nagy medvét, megint más, hogyha a különböző ilyen csillagképeket, vagy csillagrészleteket nézel, még akkor is, hogyha nem tudod, milyen csillagkép. Nem, feltétlenül kell tudnod, csak a belső hangolódással figyelj rá. Más érzés fog kiváltani, más infok jönnek hozzá, más sorskódok, csillapodok, áramolnak onnan hozzád, és más én információs magukat fog benned kelteni. Ha a Polaris nézeted, a sarcsillagot nézed, olyan nem tudom, sötét, hideg, jeges, gibbelős lesz. Mert ott van az egyik fő bázisok az ízletláboknak, az elmoldalmat, csak mondanám. Azért nem füstölik ki őket, mert valamilyen szinten létjogosultságok van. Csak miután, hogy belemenek még a parancsra kérdésed. Ez hasonló, mint a klausztrofóbia, tehát a bezártság, hasonló, mint a tériszony. Tehát valamilyen negatív élmény volt Pókkal, és a lelke, ugye ezt őrzi az emlékében. Tehát most mit tudom én, micsoda. Lehet, hogy pont abban a korszakban, amikor egy ilyen nagy Pók megette, nem tudom. Tehát ezt nem lehet tudni. Mert nem olyan túl régiek ezek a történések, mint mi gondolnánk. Csak egy utalás erre. Hát a dinósi 65 millió évvel ezelőtt haltak ki. Tehát egy valamilyen nagy kialási hullám volt. De nem azt a becsapódás miatt, mint feltételezik, hanem egy földön kívüli háború miatt. Tehát valóban hatásában úgy nézek, mint egy aszteroida letarolja a fél földet. De ott igazából egy olyan... Nem tudom kikerülni. Tehát egy földi, egy nem földi, földönkívüli humanoid faj és egy reptiloid faj közötti háborúnak volt. Amit az űrbe kezdtek el korrepül, tehát a földi életén ne sérüljön. De aztán mégis a győzni vágyás miatt az egyik, a repült faj felrobbantott a Földön egy ilyen bombát, és az olyan, mint egy aszteroida letarolta ugye majdnem az egész Földet. De volt egy nagyon valóban egy nagy kialási hullám, de a sárkány lelketnek, tehát a dinoszauruszoknak jelentős része vissza lett telepítve a Földre. Vissza lett telepítve a Földre, nem halt ki mindegyik. És egészen 30 ezer évvel ezelőttig még voltak dinók a Földön, csak mondanám. Hát ott van az Iká kövek, Ica művelejében, Iká kövek. Amiket találtak, hol találtak? Bolíjában, Perúban? Dél-Amerikában valahol, igen. Perú, nem tudom, valahol igen találtak. Ahol ilyen kisebb, meg ilyen tenyei köveken olyan vésetek, rajzok van. Ezt nem lehet hamisítani, csak mondanám. Tehát több tízezer darabban. Például Triceratops hátán lovagoló ember alak. Meg T-rex, meg ilyenek. Meg emberek, tehát rendesen humanoid, emberi lények, ábrázolt dinókkal, mit tudom, nem porázom vezeti, de hogy együtt vannak. Miért? Mert sokszor házi állatok voltak. A csatákat vívtak ilyen dinókkal, tehát besegítettek, mint a harci elefántok. A harci Triceratops rohan, mint egy tank, hát nem az üteszed, hogy egy nagy csont, azért, hogy most a nyilat dárdával öld meg, nem tudom, mert nagyon van páncélozva. Tehát nagyon érdekes dolgok vannak, és ugyanígy a rovarok is nem sok száz millió évvel ezelőtt voltak ilyen óriási méretűek, hanem lehet, hogy csak néhány millió évvel, és az emberiség akkor már élt. Sőt, hát mi is jó pár száz millió évvel itt élünk, ilyen testben, másmilyen testben, még régebben. Tehát gyakorlatilag ahogy, csak 26-tól itt, aztán tovább megyek, amikor az első energia sorskód, csillagrendszerűség sorskódok letelepítése történt, tulajdon 4,5 milliárd évvel ezelőttről, a már kihűlt, de még életre ilyen biokémiai színalapú, illetve alkalmatlan földi létfeltételeknél már az energia letelepítés már megtörtént, mert ez nem kellett ilyen mostani életfeltétel, ilyen légkör, értek meg ilyen környezet. Az angyaloknak és a többi 12-nek, és közben ezeknek a hatására is rendeződött és berendeződött a Föld. Tehát akkor már az emberi intelligencia nem én emberi testben, de mint ilyen fénylényi, tehát a lemur az ugye félig volt fénylény, anyagi volt már, de félig még fénylény volt, tehát annál is még egy fénylény, még illékonyabb, vagy nem ennyire megfogható anyagból álló testben, már itt értek a
azok, a, azok az emberek, amelyik lelkek vagy mert intelligenciák. És én megfigyelő, szemlélődő, illetve bizonyos szempontból aktívan, imperatívan, földesemnyiben résztvevő lények már befolyásolták a földesemnyiben, a földi történelmet. Csak ezekről nincsenek, nem sok adalékok van. Igazából figyelek, igazából részleti leletek vannak, de vagy eltüntetik, vagy, vagy nem tudnak vele mit kezdeni. Arra gondolok, hogy tudjátok, amit könyvemben is írtam, hogy 350 millió éves karbonkori szénben aranyláncot találnak. Na most, de úgy, hogy bele van ágyazva, tehát nem be lehet ragaszt, bele van ágyazva, úgy törték kert, és benne volt a lánc. Na most, ezt magyarázd meg nekem, tudóskám, hatályosan, nem fogja tudni. Azt mondja, hogy ez nincs, nem igaz, tehát az hazudtál. Közben van, van, hát akkor is voltak fénylányok, fényfiúk, és hát aranyláncok kedveskedett a kedvesének, ha hát most mit tudom, nem tudom, hogy hogy került oda, mindegy, oda kell. De ennél még régebbi, tehát milliárd éves leletek is vannak, amelyek, amelyek intelligens, mesterséges edetre utalnak. Volt egy kérdés, igen. Ha szerettem volna megkérdezni, hogy a földtörténet korszakában, tehát most menjünk vissza úgynevezett ősembertől kezdve, ugye, a, az emberiség állandóan harcolt. Tehát kisebb-nagyobb háborúk voltak, igen. Ami aztán folytatódik. Na most mondtad, ugye, hogy a csillagközi háborúk is. Most ezek végeredményben a változás miatt vannak? Tehát a fejlődés miatt? Nagyon jó a kérdésed. Azt tudom mondani, hogy a földi háborúk nem lenne szükségszerűek, de valamiért mégis a fejlődés egyfajta hajtómotorjai. Tehát mondjuk így, hogy a korszak energetikájától függően van több-kevesebb harc. Békés aranykor időszakban is van harc. Tehát az békés. Tehát mondjuk így, mint a, egy kung-fu mester, amikor a tanítványait oktatja, vagy a szamuráj iskolában a kis szamurájokat tanítják, hogy aztán hogy legyen. De életben van harc. A harc művészet, a harci szellem fenntartása. De tényleges öldöklő háború nincsen, de a harc az itt van. A harcnak a tudása, a harcosság, mint a Jannak, mint a férfi minőségnek egyfajta aspektus, egyfajta megnyilvás, egyfajta szükségszerűsége. Mert abban, vegyük, teljesen logikus, vegyük észre, hogyha békés az időszak. A férfiak, hát én már nem, mit harcsák, úgyis béke van, sitanak kék az ég, a halak magától kijön a hálomban, meg ez, érted? Mit harc, nem kell harcolni. De nem tudja, hogy a szigetén túl vannak más szigetek, ahonnan meg viszont tovább őrizték a harci hagyományokat. És egy olyan uralkodó került a hatalomra, aki azt mondta, figyeljetek már, kicsi ez a sziget nekünk, meg itt másik szigete szepek a lányok, menjünk már át, aztán igázzuk le őket. Átjönnek, és mi történik? Ott vannak a férfiak, mert férfiak meg köcsük van, de nem tudnak harcolni. Értetek, mit akarok mondani? Tehát azok a férfiak, akik harcossági, harci minőséget megőrizték, azok le fogják győzni ezeket a férfiakat, akik azért nem férfiak, nem tudnak férfi módra harcolni. Odáll és már meg is ölték, kész. Nem ugyanaz, mint a volt a spanyol gyakorlók az inkáknál, mert a fegyverek minőség közti különbség volt, a páncél, a kard, illetve a lőfegyver, főleg a lőfegyver, amivel nagyon nagy előre tettek szert mondjuk az indiánok ellen a fehérek, meg az, hogy azok sokkal agresszívak is vérsek voltam minden. Tehát nem erről van szem, arról, hogy egyáltalán nincs harci szellem, harci művészet. Tehát az, hogy egy férfi, akkor férfi, hogyha tud harcolni. Tehát ennek békédőben is ennek a harci szellemnek meg kell lennie. Csak nincs olyan fizikai harc vagy háború, ami ödöklésre jár. Tehát életed pontos, de nagyon jó, amit mondtál. És vannak olyan korszakok, amikor ennek sajnos az a fajta öldöklő és pusztító, tehát a valódi háború és valódi harcnak a jelensége is elterjed, amivel annak a korszaknak a mondjuk így a lefelé szálló negatív aspektusait is meg kell tapasztalni. Miért? Mert mondjuk így, hogy békeidőben könnyű jónak lenni. Tehát ha te segítesz egy másik emberen, azt neki a kenyeredből, nem gond, mert még van rengeteg, úgyis rátszáladom egy kidomát. Tehát úgy könnyű jónak lenni. De amikor háborús ide van, nincs kenyér, vagy csak egy szelet van, és már nem ettél 3 napra, és jön egy gyerek vagy egy ember, oda tud neki adni? Tudsz rajta segíteni? Megvédett, hogy ne lőjék le?
Tehát a valódi emberpróbáló idők azok általában ilyen negatív, ilyen háborús vészhelyzetek, vagy éppen katasztrofális vészhelyzetek. Ott van az igazi próbája az ember és emberség. Tehát ezek is szükségszerűek, de ez is egy folyamat, mert a eredeti, kezdeti tisztaságban a harcművészetek, maga a harcosság az, nem így volt meg a Földön, mint most. Ezt a drakonidák, tehát a sárkányok hozták le a Földet. A sárkány harcosság a legnagyobb, a legmagasabb szint. Ez megvan a kínai hagyományban. De amikor még a sárkányoknak a letelepedése, az emberekkel való együttélése még nem történt meg, akkor ez itt nem volt. Itt egy kicsit idillikus, békés, ilyen tündér világszerű világok voltak korszakon át. De aztán, mivel a naprendszeren kívül a galaxisban olyan háborúk, olyan csillagnemzetségeknek a belépés által olyan erőfölén változások, meg a fényadásba a belépésekkel, tehát azóta is beléptek olyan fajok, nemzetségek, amelyek a saját képességeikkel, ősminőségükkel a fényadata erősítették. És ennek az állandó változása és egymásra való harca hatása a Földre is mindenképpen le kellett, hogy sugárzni be kellett, hogy nem lehet kivonni magunkat ez alól. És már ez kivonta magát a második világháború alól, mert megkímették. De mi van, hogyha mégis mondtak magyat, és átmenni a srácra, ennyit tettek akarnak. Tehát ilyen értelemben, hatásban nem tudja már kivonni egyetlen egy csillagrendszer sem. Egy olyan méretű háború az egész univerzumnak kiterjedt. Nem csak a galaxisra. De mi csak a teó galaxisbeli krónikáit, teó galaxisbeli eseményeit ismerjük. Ehhez van hozzáférésünk. Legalábbis az én tudásom szintjén. Illetve, bocsánat, nem teljesen, hogy az Andromédára már utaltam, hogy oda mentek a nagy macskafélék. Tehát valamennyi az Androméda is, vagyis van tudomásuk, hogy az meg ugye jénes materiális, tehát egy több női minőségű intelligenciát hordozó csillagrendszer, vagy csillagváros, de hogy ott milyen események zajlanak, ott melyik az uralkodó faj, amelyik mondjuk így a galaxis vezetésében domináns szerepet ad és meghatározza a galaxison belüli fejlődéseknek a paramétereit, nem tudom. Hazudnék aztán, hogy tudom, nem tudom. Nem is kell tudnom szerintem. Mert annyira nem érint. Tehát épp elég, hogyha nem vagy itt a teljük galaxison belül, hanem a Földön, Magyarországon belüli túlélésen meg tudom biztosítani, értitek? Tehát magunk szintjén ez éppen elegendő. Mert ha te, mint egyén túlélsz, meg tanulsz túlélni, meg tanulsz lemondani, meg tanulsz küzdeni, erőket szerzel ezáltal, egyre magasabb tudásszintre kerülsz, a tudásodat mondanád, akkor ez összegződik, és ki fog betűnni, hogy az egész földi tudatmező által az egész föld, és ezt fog terjedni a százmilyen effektus alapján például. Nem akarom elkalandozni, tehát ott tartottunk ugye, hogy a föld életre ki lett alakítva, és olyan különböző hatások érték, amelyek menet közben egyre inkább afelé terelték Szolonát, tehát a nap atyán, hogy a Földön egy olyan életteret, illetve nem, először a Földön, mert aztán a Mars és a Féton, ez bonyolultabb volt, mert még a Vénuszon is volt élet, a Vénusz is nem itt volt a Merkur és a Föld között, tehát ilyen közel a naphoz, hanem odébb volt. Tehát a Vénusz is egy lakható bolygó volt. Tehát itt négy bolygón is olyan életek voltak, amelyek egymással kapcsolatban voltak, hajóztak, illetve saját mondjuk bolygó történetük, vagy történelmük is volt. De tudjuk, hogy azt, hogy milyen események nem tudjuk, tehát a Vénusz életről csak tudunk, de nem tudunk valami ilyen volt. Figyelek, tehát amikor úgymond az Istenek elosztották magukat a naprendszert, átrendezték a naprendszert, máshol helyre kerültek a bolygópályák, a bolygók helyére,
akkor ugye a Vénuszon már ilyen fizikai háromdimenziós élet nem volt. Egyébként most is van asztalásokban, van élet a Vénuszon is. Rajzik, hogy nincsen. De fizikai síkon ott nem találsz meg, ugye mit tudom, hány fokon? 400 fok meg. 100 bár, a kérdezem bár nyomás, 600 fok, óra megolva. Tehát ott durva, nagyon súlyos a légkör. Tehát fizikai nem fogsz megélni, de asztalásíkon, ami nem ennek a fizikai törvénynek megfelelő nem működik, hanem annak megfelelően, ott viga lehet ilyen. Valaki ilyen kellett, igen, tanácsok. Megkaptam a választ, köszönöm. Jó, nem. Igen, József. Azt társik alatt a 4D-s terület. Igen. Azért mondok, váltogatok így néha, hogy rögzüljem, hogy mivel azonos. Tehát a asztalásik a 4D mező, a mentálisik a 5D mező, a hozzáállása a 6. és így tovább. Tehát, igen. Most felmerül benne, hogyha az asztalásikhoz nem kell anyag. Aztán anyag, kell... van anyag, csak nem ilyen fizikai, nem neutron van, neutrino van, a neutrino az asztal anyag. Akkor miért kell mégis őket kötni valamelyik bolygó körzetlen körzetéhez, akkor azok bárhol lehetnének akár az univerzumban, nem? Mert hogyha egy bolygó van élet, hogy itt és vannak élő lények, ahhoz lehet kötni egy lelket, de hogyha semmi ilyen, akkor miért... Értelek, vannak negyedimenziós rendszerek, és azt tudom mondani, hogy a naprendszeren kívül negyedik dimenzió van. De mivel a alacsonyabb dimenziók, a magasabb dimenziókban vannak beágyazva, vannak ilyen szolgálmi utak, nem tudom, hogy fogalmazzam el, hogy írjam körül. Tehát vannak olyan kis nyúlványok, amivel bizonyos alacsonyabb dimenziókat körülvet egy magasabb dimenziós burok, vagy hogy mondjam. Tehát itt a Földön is, az asztalásiknak a negyedik dimenziós világnak, van egy szférája. De ez a naprendszerének kívül a teremburra közelebb felszíne körül is van, de mégis be tudnak jönni. Tehát van egy közelebb levő szféra is. Gyakorlatilag, ha belegondoltok, itt a negyedik dimenzió a mi asztaltestünkben is, itt, ahol most ülünk. Tehát itt megnyilvánunk bennünk, az az érzelemtestünk, az auránkat is ugye vetíti. Tehát ha csak kívül lehetne valahol, mint önálló dimenzió, akkor mit meg kampecmoró lesz lenne. Mert nem tudná értetni a fizikai testünket semmi, az asztaltestünk is ugye hozzájárul a energetikai rendszerhez, hogy tudjon élni és mozogni. Tehát bennünk is van egy dimenzió. Vagy kifordítva, mint a kettőt mondanám, hogy mi a negyedik dimenzióban is ott vagyunk az asztaltestünkkel. Tehát ez a kifordítom, befordítom, nehéz ezt megérteni tudom, mert mindenki fizikailag kezel, hogy azzal az ábrával, ugye van egy ilyen kerek, az a 5. dimenzió, van a kisebb ilyen halmazok, azok a 4. dimenziók, azok a még kisebb golyók, azok a 3. dimenziók, és így tovább. És így vannak egymás beágyazva. Ez egy ilyen szemléltető Móriczka ábra. Melyik képzeled el? Vagyis ezt így elképzeled, akkor látod, hogy egymás van ágyazva, de valójában nem erről van szó. Valójában azt közelíti meg a jobban, hogy amikor egy csigaházakat, egy spirált csigaházakat kézzel, ezt egymágat csavarod, de nem egyet, hanem hatot, ez a hatházakos univerzum, ezen meg pedig további kisebbeket egymágat csavarod, ami még kisebbeket, még kisebbeket. Vagyis a negyedik dimenzió nem hossz mértékkel, vagy nem tudom, hogy mondjam, nem fizikailag mérhető paraméterekkel ágyazódik bele a negyedik dimenzió, tehát mondjuk az asztaltestről. Hanem egyszerűen az asztrál világ rezgését az asztrál testünkben bennünk hordozunk. Tehát a fizikai világ jelenségeiként térben ide fizikai testünkbe helyezik az asztrál testünk, amit a negyedik dimenziónak egy mennyimása. Mert ha odémegyek, akkor már emitt van az asztrál testem a negyedik dimenzió. Tehát én tudom helyezgetni a negyedik dimenziómat. Igen ám, de az nem jelenti azt, hogy a negyedik dimenzió mellettem is itt van. Bennem hordozom, mert én benne vagyok. De a tudatom, tudat szintem által, aztán testem által. Még egy másik fogalmazom, hogy megvilágítani, nem tudom, hogy nehezen érthető. A lelkem, mint egy olyan isteni szikla, amelyek a 9. dimenzióban az összes lehetőséget és képességet magában hordozza, itt a háromdimenziós fizikai test felépítésekor tud materializálni, vagy teremteni, vagy hogy mondjam, egy negyedik dimenziós aspektust is az asztrál testet. A negyedik dimenzió a korrelál, összecseng az én asztrál testem, negyedik dimenziós, de a negyedik dimenzióban
negyedik dimenziónak egy cseppét képviseli, asztráltesti formában, de a negyedik dimenzió itt nincsen, csak így a testemben. Tehát ez az asztráltestemben, mivel ugyanaz a rezgés jelent a negyedik dimenziónak, a fizikai testemből kilépve, tehát álomban vagy meditációban, abban a negyedik dimenzióban tudok lenni. De mégis, amikor kilépünk a testemből, vagy meditációval kiemelkedünk, akkor érzed, hogy elhagyod, átmész oda. Tehát van egy összeszinkronizálódás, mert nem, nincs benne. Csak itt megnyilvánul a lelkünk által egy negyedik dimenziós hatás az asztráltestünk. Így meg van nagyon érthető esetleg? Na, örülök neki. Van-e még kérdés esetleg? Nem nagyon tömény? Érted? Akkor jó. Igen, egy kicsit félig-meri csillagászati vonatkozásból indul ki a dolog, de összefügghet ezzel az Andromédával kapcsolatban. Ezt hát nem tudom, pár éve röpetették fel a hír csillagászok, hogy a dolog egybe fog a mi csillagvállalatot tejúttal mosódni. Tehát közeledik az Androméda hozzánk, és valahogy át fog rajtunk haladni, és persze ki tudja, hogy milyen zavart okoz a két rendszer egymáshoz. Hát megkavarja, mindenképpen megkavarja, az óvatatlan. Az érdekes az, hogy előkaparom a 86-os sörgeszt lépkével. A tudatot távolodik tőlünk, az amit a távolodik tőlünk. Távolodik? Én úgy hatom, közeledik. Nem tudom, honnan vették ezt. Hogy ez érdekes. Megmondom, miről van szó. Nekem sok, bocsánat, hogy én most így hogy gondolom. Tehát én egy jó pár évvel ezelőtt még úgy olvastam, hogy minden galaxis távolodik el most. Tehát a tőlünk ott Andromeda galaxis is kb. 200 000, majdnem fénysebességet távolodik. Nem annyival, mert jóval kevesebben. De már mondjuk így, hogy fénysebességet, ez közeli sebességet távolodik. Tehát mit tudom, 20 évvel ezelőtt volt mondjuk a 2 millió fényévre, most az 20 év alatt már 2 millió 20 fényévre van, vagy 10 fényévre, vagy fényévre. Tehát távolodik tőlünk. Na most, tehát egy nagyobbat kell ugrani, hogy rá tudják elmenni az időhoz. Most ez képes, hogy közeledik, de ha 2 millió fényemre van, és fénysebességgel közelednek, akkor is 2 millió év múlva találkoznak. Nem holnap lesz. Egyébként mondogatták a napot is, hogy hány milliárd évünk van, 5 milliárd, 1 milliárd, 2, nem tudom, milyen 1-2 milliárd évet mondtak, hogy utána felfújt egy körösorulás lesz, és akkor a beteg hozzá az olyanba, és akkor nem csak a föld fog belekerülni a felpuffadt gáz felhőjébe, hanem jött még a Jupiter is, az Uranus is. Értitek, kövezd, mert jó, persze, mert egyszer valóban a csillagoföldési élete szerint, igen. De hát addig még, mit érdekel, hogy 2 millió évben mi lesz? Ez ugyanaz, amikor a kormány azt mondja, hogy 2020-ban majd ez lesz, mert most olyan rendeket hozunk, hogy 2027-ben majd, 2018-ban majd ez lesz. Honnan? Na, szóval kb. Ugyanaz van. Tehát az, hogy sem, lufi, ilyen virtuális légvár, tehát semmi alatt nincsen. Válaszolom a kérdésre, vagy? Csak a félig menni, akkor tovább ösztöltem magamban a gondolat, hogy akkor a macska félig, és a mi civilizációnk közel kerül akár egymáshoz, vagy... Hát azt, hogy közel, itt vannak a macskák. Jó, itt is. Itt vannak a macskák, ennyi. Itt vannak a macskák. Miért? Nem csak azért, hogy patyola, ciculi, tehát nem, ezért is, mert nagyon sok idős embernek ez volt még életörömet is, és hogy valakiről gondoskodik, tehát így segít. De a macskaféléknek, gyakorlatilag az összes képviselője a Földön értelmes, intelligens lény, olyan, mint mi emberek. Csak állati létet, állati testet vállal föl azért, hogy így segítsen az embereket. Tehát a macskaféléknek jelentős része átment az Andromeda, a királyok is, tehát királynőjük van, bocsánat, átkerült a egyébként egy gyönyörű szép, olyan macska, olyan, amit nem láttál még. Tehát a legesleg gyönyörűbb cicánhoz már is gyönyörű, csak mondom, a képileg itt van, de hát nem kell megfesteni, gyönyörű. Egy királynő, igazi királynő. Az Andromeda galaxisban vannak. De önként vállal egy jelentős csoportjuk azt, mint harcosok, mint a kemény mag, úgy mondjam, hogy azt mondják, hogy onnan ugye nehéz ide át lehet, mert ugye űrhajóznak. De nem azt a fajta külső fizikai harci eseményeket vállal, vagy cseményeket vállalják, mint a másik részük, hanem belülről, tehát
frontvonal közötti területről, mert az úgy, hogy körülöttük a naprendszer körül harc folyik. Csak mondanám, ne ábrándozatok, hogy itt minden békés, nem. Körülöttünk harc folyik. A fény és a sötétség erő között. Rendes fizikai katonai harcát lőnek egymással, űrhajókkal, stb. Stb. Dűrbácsosokat beszélünk, de egyébként leszállnak ilyen sérült űrhajók, tovább mennek, stb. Stb. Nagyon sok minden tartozik ide, de a lényeg itt az, hogy ők belül a rendszeren belül jönnek segíteni nekünk embereknek, önként vállalt áldozata vagy segíteni szándékolással, és inkább találják a többé-kevésbé beszűkített, leszűkített, tudat szintcsökkentett életet, de a macska minőségükkel, a macska... A macska mi voltjukkal, igen, ez olyan, mint a magyar minőség, igen, járulnak hozzá ahhoz, hogy innen belül is egyfajta egyenlősödő ellenállás, fölemelkedés, fölismerések általi fénytöblet megvalósul. És akkor lesz lehetnek hátizaként, meg az erdőben, nagy macskaként, meg mit tudom én. Tehát macska, valamilyen macska, harcosként. De az erdő, figyelek, az erdőben levő macskák is harcolnak. Tehát azt mondod, hogy a macska az lusta. Igen, fizikailag. 20 órát alszik, 4 órát egerészik, vagy több mint rút, vagy antilopat zsákmányol, meghágja a lány macskát, vagy a nőstény érzéket, oroszlánokat. De utána alszik, értitek? Belalszik. De igen, a fizikai teste pihen, de a lelke az, nem? A lelke az ugyanúgy oroszlán, vagy tigris, vagy macska harcos, és a kóból is itt a negatív elementálokat nyírja, mint ahogy kell. Ha nem ennek itt a macskafélék, sokkal-sokkal több negatívum lenne. Valaki jelentkezik.